tábla is jelzi az autósoknak, hogy az útszakaszon valamilyen munka folyik, jelen esetben a magyar közút szakemberei szedik a szemetet. Hungarocát csomagolás és papírdoboz az út szélén, kávés pohár a fűben, és nájlonzacskó valószínűleg elég régóta a bokorágai között. Csak néhány szemét a 38-as főút melletti árkokban nyírtelek előtt. Nem túl szennyezett az útszakasz, ahogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is a kevésbé szennyezett megyék közé tartozik egy 2020-ban készült felmérés alapján. Ennek ellenére van mit összeszedni a közutak mentén. A barátságtalan időjárás ellenére is a háttérben jól látható, hogy dolgoznak a magyar közút szakemberei. Évente ugyanis közel 10 000 tonna illegális hulladékot kell összegyűjteniük az utak mellől, ez megfelel közel 1700 afrikai elefánt súlyának. Ez rengeteg kapacitást is elvon más útüzemeltetési munkáktól. A Magyar Közút írásban azt közölte, az illegális útmenti szemét összegyűjtése és biztonságos lerakókba szállítása társaságunknak, és így az adófizetőknek is évente mintegy 1,5 milliárd forintjába kerül. A szeméthalmok nem csak elcsúfítják a környezetet, egészségügyi kockázatokkal járnak és környezetszennyezők is. Ezért Nyírtelek önkormányzata is kiemelt figyelmet fordít a tisztaságra. A lakosság segítségével felmérték a város és a környező bokortanyák szennyezettségét. Két összesen több mint 20 millió forintos pályázat segítségével május végéig meg is tisztítják ezeket a területeket. Most nyertünk egy pályázatot, utána nyertünk még egyet, mind a kettő a szemét összeszedésével, eltüntetésével kapcsolatos. Ebben a kollégáim most nagyon sokat tudnak dolgozni, ugye szabadtéren végezhető munka és a település megtisztítása folyamatosan zajlik. Reméljük, hogy ez hosszú távú dolog lesz, és ezt igyekszünk megtartani, tehát a környezet tudatosságra igyekszünk az embereket sarkalni. A közút szakemberei néhány óra alatt 10 zsák szemetet gyűjtöttek össze csak a 38-as főút mellől. Az autósok ezen a héten Kisvárda, Mátészalka, Nyíregyháza, Nyírbátor, Vásárosnamény, Hajdunánás és Ófehértó térségében is számíthatnak hasonló munkálatokra. A szakemberek felhívják a járművezetők figyelmét, hogy ezeket az útszakaszokat fokozott óvatossággal közelítsék meg.